Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Minden jelentősebb hírcsatorna beszámolt erről az eseményről, nézzük meg, hogy a Reuters tudósításában mi az, amit megtudunk, ez egy rövid videó. Today, at the direction of the Prime Minister, aircraft assigned to NORAD successfully took down this high altitude airborne object. A február 11-i jelentés szerint ez már a második olyan incidens, amikor az F-22-es vadászgépnek le kellett lőni egy azonosítatlan, henger alakú tárgyat Kanada területe fölött. Ebben a videóban Justin Trudeau mondja el Kanada miniszterelnöke, hogy mi is az, ami történt. NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. Szóval a NORAD megerősítette, hogy egy azonosítatlan repülő tárgy belépett Kanada légterébe. Az észak-amerikai légvédelmi parancsnokság vezetője Van Herk azt mondta, hogy objektumoknak vagy tárgyaknak hívjuk őket, és nem léggömböknek, és ennek megvan az oka is. Íme egy rövid idővonal erről a négy azonosítatlan repülőtárgyról. Február 4-én volt az első, 10-én a második. Az első az egy kínai léggömb volt vélhetően, a második azonban már egy autóméretű tárgy, melyet lelőttek. Alaszka fölött szombaton 11-én Justin Trudeau rendelte el, hogy az amerikai vadászgép lelője ezt az azonosítatlan tárgyat Yukon teritorium fölött. Összefoglalásul erről az egészről csak annyit, hogy ez a programozás az évtizedek óta folyik az emberiséget, készítik fel arra, hogy találkozik majd az űrbéli testvéreivel, ezekkel a lényekkel, és most ez egy fenyegetés számunkra, úgyhogy össze kell fogni az emberiségnek. Ha valaki úgy gondolja, hogy az, amit mondok, az őrültség, meg egy összeesküvés elmélet, akkor annak javaslom, hogy hallgassa meg ezt a rövid Ronald Reagan beszédet 1987-ből. Perhaps we need some outside universal threat. Perhaps we need some outside universal threat. Perhaps we need some outside universal threat. Valószínűleg nekünk szükségünk van egy külső fenyegetésre, egy külső általános fenyegetésre. To make us recognize this common bond. Hogy észrevegyük és felfedezzük ezt a közös összekötő erőt, ami az emberiségben van. De minden évben újabb és újabb ilyen filmeket egészen változatos módon mutatják be azt, ahogyan az emberiségnek szembe kell néznie egy valamilyen fajta ezen világon túli fenyegetéssel, és kénytelen összefogni annak érdekében, hogy túlélje azt. Most az idők végén azonban meg fognak jelenni valóságosan, az emberek pedig úgy tekintenek majd rájuk, mint vagy istenekre, vagy pedig idegenekre.